Nyáron 18 játékos távozott a Sparitól, helyükre 13-an érkeztek a bajnokságot Bozsik Józseffel a Kispadján indító csapathoz. Az első 10 fordulóban mindössze 7 pontot szerzett a Nyíregyháza, amely visszacsúszott a tabella utolsó előtti helyére. Ekkor váltás mellett döntött a vezetőség, Lengyel Roland lett a szakmai munka első számú felelőse. Vele 5 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség a mérleg, úgy, hogy az utolsó 4 meccsen 10 pontot szerzett a csapat. A vezetőedző elmondta, hogy sérülések, eltiltások is nehezítették a dolgát, közben pedig igyekeztek minél több saját nevelésű játékosnak lehetőséget adni. 6 akadémistát hoztunk föl az utánpótlásból, plusz ugye van az Ötvös Csöpi, aki helyi játékos, van a Hornyák Marci, és a Gyúrján Bencét hoztuk haza, és az utolsó 2 mérkőzésen a Kovács Norbi és a Tanger Laci is bemutatkozott a magyar másodosztályba. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly szám, tehát 11 helyi fiatal játszott a csapatunkban. Igazából eredményekben én azt gondolom, hogy emiatt nem tudtunk eredményt elérni. Ugye nagyon, nagyon kevés pontot gyűjtöttünk, a 19. helyen voltunk a 10. fordulóban. Utána történt egy váltás, fölkértek engem, hogy segítsem a csapatot, és igazából a 14. helyre tudtuk fölhozni. Lengyel Roland bízik abban, hogy tavasszal feljebb lépnek majd a tabellán. Azt gondolom, hogy a csapat egyébként erős, jó csapatunk van, hogyha nincsenek a sérültek, és tavasszal visszatérnek a sérülésből fölépülnek a játékosok, plusz lehet, hogy még egy-két ember érkezik a csapathoz, akkor abszolút szép tavasz elé nézünk. Hát sajnálom igazából, ugye én szeretném megköszönni a szurkolóknak, és akik kitartottak mellettünk a támogatást, főleg azok, akik kijártak a mérkőzésre. Nem volt egyszerű szezon ez számukra se, de a pozitívum, mondom, inkább az kell, hogy elindultunk egy úton, az utánpótlásra bemutattuk, hogy lehet támaszkodni, nem egyből, mert az utánpótlás játékos nem úgy van, hogy fölhozzuk, és akkor egyből berakjuk a felnőtt mezőnybe, és akkor ő majd eredményt fog itt produkálni. A Spari játékosai január 3-án találkoznak, majd másfél hetes hazai felkészülés után 2 hetes törökországi edzőtáborba utazik a csapat. Ott 4 meccset játszanak, aztán Nyíregyházán készülnek tovább a február 3-án esedékes tavaszi rajtig, amelyen Budaörsön lépnek majd pályára Rezesék.